Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Védőfelszerelést kellene adni minden szexádi családnak, erről a Rádió 1 műsorában beszélt a város polgármestere. Szakképzés, népszerűek a szépészeti képzések a szexádi technikumban. Fejlesztések, átadták a felújított közösségi házat Kaposszegcsőn. Győzelem, ismét megnyerte a Sió kupát a KSC Szekszárd. Szájmaszkot, készfertőtlenítőt és gumikesztyűt adna Szekszárd polgármestere minden helyi családnak, akik igénylik ezt. Ács Rezső erről a Rádió 1-nek adott interjújában beszélt. Úgy számol, ez nagyjából 17 millió forintos kiadást jelentene a városnak. Ahhoz, hogy az önkormányzat beszerezze a szükséges védőfelszereléseket, az éjjel Szekszárd vezette Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak jóvá kell hagynia a polgármester kezdeményezését. Tavasszal a koronavírus járvány első hullámakor Szekszárd polgármestere közgyűlési jogkörében eljárva arra utasította a polgármesteri hivatal dolgozóit, hogy folyamatosan szerezzenek be a város intézményeinek számára szájmaszkokat, gumikesztyüket és fertőtlenítőt. Most a második hullám berobbanása miatt Ács Rezső azt szeretné elérni, hogy az intézmények dolgozói mellett minden olyan család kapjon ingyen védőfelszereléseket, ahol igénylik ezt. Erről az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján, a Rádió 1 műsorában beszélt. Hogyha ebben a többség úgy dönti, hogy mellettem áll és megszavazza ennek a költségvetési forrását, ez kb. 17 millió forintos keret egyébként, akkor bárki, aki igényli ezt, regisztrálni kell, mert nem mindenkinek kell természetesen, akkor ezekhez a védőfelszerelésekhez hozzájut, és akkor nem csak a munkahelyén, az óvodában, hanem a háztartásában is tudja folyamatosan biztosítani a feltételeket. Ács Rezső a Rádió 1-nek adott interjújában arról is beszélt, hogy hétfőtől lép hatályba Szekszárdon az a polgármesteri utasítás, ami alapján minden óvodába és bölcsödébe megmérik a gyerekek lázát érkezéskor. Ez egyfajta játékként is felfogható, hiszen minden reggel minden óvodás gyereknek, bölcsödei gyereknek megmérik a hőjét, ezzel a érintős, vagy éppen nem is kell hozzáérni lázmérővel, ezzel meg tudjuk azt akadályozni, hogy esetlegesen beteg gyerek bemenjen és a közösséget megfertőzze. Ács Rezső legközelebb szeptember 25-én pénteken lesz hallható a Rádió 1-en. Ács Rezső ötletével, vagyis azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzat szerezzen be a helyieknek védőfelszerelést, megkerestük Bomba Gábort, az Éjjel Szekszárd frakció vezetőjét is. Szerettük volna tőle megtudni, támogatják-e a polgármester kezdeményezését. Bomba Gábor viszont adásunkig nem válaszolt a kérdésünkre. Hétfőre 876 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 18.866 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 3 krónikus beteg, így az elhunytak száma 686 főre emelkedett, írják a koronavírus.gov.hu oldalán. Hétfőtől kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint az ügyfélfogadási irodákban is. Ugyancsak hétfőtől 23 óra után a vendéglátó és szórakozó helyeket be kell zárni. Tolna megyében 206 fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta. Ismét járványkórházként működik a Tolna megyei Balassa János Kórház, a továbbiakban ez az intézmény látja el. Tolna, Somogy, Baranya és Fejér megyék COVID-pozitív kórházi ellátást igénylő eseteit. Ez miatt szeptember 21-től a kórház D épületében található fertőző osztály ismét kizárólag a koronavírussal fertőzött betegek ellátását végzi. A C épületben átmenetileg szünetel a mozgásszervi és kardiológiai rehabilitációs osztály működése, helyére szeptember 21-től a harmadik belgyógyászati osztály költözik, és ott látják majd el a betegeket. 11 szakképesítést lehet szerezni a technikumon belül a Tolna megyei SC Adi Endre Technikum és Kollégiumban. A tanulmányi idő 5 év. Olyan szakmákat lehet elsajátítani, mint az erős áramú elektrotechnikus, vagy éppen kozmetikus technikus. Utóbbi, miként a szépészeti képzések általában igen népszerű a tanulók körében.
Zajlik a kozmetikus képzés a Tolna megyei szakképzési centrum Ady Endre technikumban és kollégiumban. A tanulók egyik fele sminkelni tanul, másik fele az arc megtisztításának módját sajátítja el. Az iskolában kétféleképpen lehet kozmetikusnak tanulni. Egyrészt érettségit követően, ekkor fél évig tart az alapképzés, majd az alapvizsga következik, azt követően választhatják ki a szakmát a diákok. Így tett Pilisi Réka is. Nagy álma volt, hogy kozmetikusnak tanuljon. Szeret sminkelni, masszírozni, és mindig is érdekelte a szépségipar. Már nagyon régóta érdekelt, nagyon szerettem sminkelni, ez mindig is érdekelt, és aztán a mostani osztályfőnökömtől tájékozottam, hogy hogy is van ez a képzés, mi szükséges ide, és aztán úgy döntöttem, hogy jelentkezek ebbe a suliba. Az iskolában az 5 éves technikumon belül is lehetőség van kozmetikusnak tanulni. Ekkor a 10. évfolyam végén letett ágazati alapvizsgát követően határozhatnak a diákok arról, hogy kozmetikusnak, fodrásznak vagy kézápolónak tanulnak-e tovább, esetleg váltanak a szakképző iskola, illetve a gimnázium felé. Így dől el, hogy mihez van tehetsége a tanulónak. Pálinkásné Szalai Andrea, a képzésvezetője azt mondja, a szépészeti szakmák mindig is népszerűek voltak a diákok körében, jelenleg is azok. Úgy véli, az új képzési rendszer egyik nagy előnye, hogy nem egy 8. osztályos diáknak kell eldöntenie, hogy milyen irányban tanuljon tovább. Az érettségis rendszerben azt jelenti, hogy 9-10-ben alapvizsgáznak a gyerekek, vagyis 2 év után fogják ezt a megmérettetést megcsinálni, és utána kell szakmát választaniuk. Talán egy kicsit érettebbek lesznek 10-ben, mint ugye 8. után, amikor már el kellett dönteni, hogy milyen szakmát választanak. Idén teljesen átalakította a kormány a szakképzési rendszert annak érdekében, hogy minél többen válasszák azt és tanuljanak szakmát. A szakgimnáziumok helyett technikumok jöttek létre. Az 5 éves képzés alatt a diákok egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Továbbá nyitva áll a továbbtanulás lehetősége is. 4 tűzesethez és egy műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók Tolna megyében a hétvégén. Pénteken délután Simon tornyánál a 61-es úton 3 autó ütközött. Az utasok közül 4 főt a mentőszolgálat emberei ápoltak. Nagy drogon egy bontás alatt álló jármű üzemanyag tankjánál keletkezett tűz, miközben azon egy elektromos szivattyúval üzemanyag lefejtést végeztek. A szomszédos lakó ingatlant veszélyeztető tüzet a paksi hivatásos tűzoltók 2 gyors beavatkozó vízsugár segítségével oltották el. Egy embert kórházba szállítottak a mentőszolgálat munkatársai. Teljes terjedelmében égett egy 130 négyzetméteres családi ház Regölyön. A lángokat a tamási és a dombovári hivatásos tűzoltók fékezték meg. A ház lakójának a rokonaihoz kellett költöznie. Ünnepélyes keretek között adták át a felújított közösségi házat Kaposszegcsön. A fejlesztés a Magyar Falu program támogatásából a nemzeti és helyi identitás tudat erősítése elnevezésű pályázatnak köszönhetően valósult meg. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője többek között arról szólt, a vidék számára jelentős fejlesztési források várhatóak a következőkben. A koronavírus járvány időt adott a fejlesztések véghezvitelére, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője. Arról is szólt, a jövőben a vidéki Magyarország jelentősebb forrásokra számíthat. Az a célunk, hogy a következő években jelentősen tudjuk fejleszteni a vidéki településeinket. Az elmúlt néhány évben közel 4200-4300 milliárd forint ment be Budapestre, illetve írták alá a szerződéseket a fővárosiakkal. Én azt gondolom, itt van az ideje annak is, hogy kicsit a vidékre is odafigyeljünk, és a fejlesztési forrásoknak a szekérrúdját átállítsuk ezekhez a településekhez, annál is inkább, mert a budapestiek nem is akarják az összes fejlesztést megvalósítani. A kaposszegcsőiek közösségi háza 20 millió forintból újult meg. Vadáci Csiba Zsuzsanna polgármester azt mondta, a közösségi ház létrejötte egyfajta üzenet a vírusjárvány utáni életre. Nagyon is fontos az, hogy ez egy üzenet legyen, hogy van itt jövő, van ahova majd lehet jönni, amikor ennek az egésznek vége, és hogy mindenki megtalálja majd itt a jó kis kulturális és közösségi célokat.
A rendezvény részeként kárpátaljai alkotók festményeiből és helyi termékekből állítottak össze a szervezők egy-egy kiállítást. Befejeződött a Szüreti szemezgetőnek elnevezett új programsorozat Szekszárdon. A négynapos rendezvényen gyermekkoncertek, jazz, világzenei, népzenei programok várták az érdeklődőket. A rendezvény zárásaként Balogh Kálmán Gypsy cimbalom bandjét láthatták és hallhatták. Idén több fesztivál és nagy rendezvényt is le kellett mondani a szervezőknek a koronavírus járvány hozta változások miatt. A már hagyománnyá vált, országos népszerűségnek örvendő szekszárdi szüreti napok is ebbe a helyzetbe került. Azonban a szervezők nem hagyták ezt annyiban, így a Babits Mihály Kulturális Központ vezetősége és munkatársai megszervezték a szüreti szemezgetőnek elnevezett rendezvénysorozatot. Szeptember 17 és 20-a között színesebbnél színesebb programok várták az érdeklődőket a Vármegye háza udvarán. A zárókoncertet a Balogh Kálmán Gypsy cimbalom band adta. Ez egy nagyon régi csapat, 93-ban állt össze, ha nem is ebben a végleges tagállományjal, de ezt akkor kezdtük, a koncepció akkor született, és hát 1-2-3 jó, három emberrel azonos az eredetivel a felállás, és ugye kiegészült most egy jó pár vendéggel. Básics Branka egy nagyszerű, kitűnő, Magyarországon élő félig magyar, félig szerb énekesünk. Balogh Kálmán cimbalom művész fontosnak tartja azt, hogy a járványhelyzet idejében sem maradjunk zene nélkül, mert az sok mindenre gyógyír lehet. Neki is nagyon sokat segít a fellépések alkalmával a közönséggel való közvetett vagy közvetlen kontaktus. Ahogy láttam azt a fajta figyelmet, elérzékenyülést, azokat az elrévedő tekinteteket, tehát hogy az emberek azért ültek be, mert valami olyat tudtak kapni a zenétől, amit máshol nem. És ez a dolog is hiányzik mindenkinek, úgyhogy én remélem, hogy itt most valami ilyesmi fog történni megint. Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezetője azt mondta, tervben van, hogy több kulturális programot is szerveznek majd a Vármegye háza udvarán. Az elmúlt négy nap egyfajta főpróbának tekinthető. Az idei szüreti napokat helyettesítő hétvégi rendezvény leglátogatottabb esemény sorozata a Nyitott Pincék akció volt. A Mészáros Borházban három borász összefogásával zajlottak a programok. A szervezők célzottan szekszárdi előadók műsorával színesítették a napokat. Így felléptek többek között az Alice Cabres Band és a Bartina Néptánc Együttes tagja is. Az a legjobb az, hogyha ide jönnek, megnézik a pincét, beszélnek személyesen a borásszal, itt kóstolják meg a borokat. Úgyhogy ezt mi már régóta csináljuk, ezek a fesztiválokkal pedig egyszerre egy szélesebb közönséget tudunk megragadni. Dunaföldváron országzászlót avattak. Az 1925-ben indult országzászló mozgalomhoz, akkor Dunaföldvár is csatlakozott, de a 82 éve felállított emlékmű az eredeti szobor kompozíció időközben eltűnt. Vesz Gáber János, 79 éves fafaragó mester most újraalkotta az emlékművet, melyet a napokban avattak fel a Dunaparton. Vesztergám Miklós tárogatón adta elő a Szép vagy, Gyönyörű vagy Magyarország című dalt a Dunaföldvári Dunaparton rendezett országzászló emlékmű avatáson. Az országzászló mozgalom 1925-ben indult, melyhez Dunaföldvár is csatlakozott. Ennek eredményeként 82 évvel ezelőtt ezen a napon avatták fel a város lakói a trianoni békediktátum mementójaként az eredeti emlékművet, melynek szoborkompozíciója eltűnt az évtizedek alatt. A helyi lokálpatrióták néhány évvel ezelőtt kezdeményezték egy új felállítását, mely most megvalósult. A helyi hagyományőrző íjászok, a történelmi vitézi rend dunaföldvári tagjai, a város önkormányzata és Jákli Viktor támogatásának köszönhetően. Volt tulajdonképpen közöttünk egy ember, ez pedig Vesz Gáber János, kőfaragó mester, akit is külön köszöntök, aki alkotása előtt állok most, és amelyet most fel fogunk avatni, aki talán még láthatta eredetiében, de ha nem is látta, az emlékek alapján és a képek alapján újraépítette nekünk ezt az emléket. Závodon 3 és Tevelen 1 utca újult meg, és adta át őket a forgalomnak Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője. A munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagi forrásokat a Belügyminisztérium, valamint a Magyar Falu program forrásai biztosították. Závod több mint 44, míg Tevel 27,5 millió forintot nyert a pályázati alapokból.
két komoly bajnoki riválisát is legyőzve, mindhárom meccsét megnyerve tartotta Szekszárdon a Siókupát az Atomerőmű KSC Szekszárd női kosárlabda csapata. A felkészülési torna immáron 51 éves történetében 8-szor hódított el a díszes vándor serleget a rendező hazai csapat. Ha az eredményeket nézzük, abszolút elégedettek lehetnek a KSC Szekszárd vezetői szurkolói. A négy csapatosra zsugorodott Siókupán két mindig komoly riválisnak számító együttes az Uni Győr és a Peac legyőzésével, valamint a gyengébb játékerőt képviselő Pink Pécs szinte leiskolázásával magabiztosan megnyerte a Siókupát az Atomerőmű KSC Szekszárd. 8-szor a tradicionális felkészülési torna 51 éves történetében. A második helyen az Uni Győr, a harmadikon a Peac, a negyediken a Pink Pécs végzett. Mindig variáltam, más ötössel kezdtünk, mindenki kapott lehetőségét, látszott, mibe kell még fejlődünk. Kell találjunk, hogy kivek kapcsolatok játékos között, és jobb ritmusban kell kosárlabdázunk, nem csak 1-2 perc. Noha a vezetőedző szerint sok munka vár még rájuk taktikailag, ez így van, ettől függetlenül a szurkolók úgy érzik, remek csapatuk van, jöhet az október elejé bajnoki rajt. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Kulturális negyed épülhet Mohácson, 1 milliárdból újul meg a selyemgyár területe. Koronavírus, a somogyi települések felkészültek a második hullámra. Tanulásban akadályozottak futóversenye, házi bajnokság lett a koronavírus miatt. Kulturális negyeddé alakul át a leromlott állapotú, egykori selyemgyár épület együttese Mohácson. A régmúlt ipari környezetét megőrző rehabilitáció egy csaknem 1 milliárd forintos összköltségű barnamezős beruházás keretében valósul meg a Dunaparton. Viszontagságos évtizedek után új funkciót kap Mohácson az egykori selyemgyár épülete és környezete. A tervek szerint egy kulturális központ létesül a területen. A főépület emeletén akár 400 fő számára kulturális események, konferenciák, lakodalmak és bálok tartására alkalmas rendezvényterem készül. Az alsó szintjén lesz a kiszolgáló létesítmény, a konyha, öltözők és egyéb funkciók, illetve itt kerül kialakításra egy információs pont. Egy turisztikai információs pont, amelyek a hajóval érkező turistáknak az információ átadását fogja majd biztosítani. Pávkovics Gábor polgármester jelölt mutatja épp a műemléképület további fejlesztési terveit. Ezeken kívül a mai kort szolgálva alakul át az egykori gubóraktár robotika teremmé, ahol gyermekjátszóházat is kialakítanak. Közterületi rehabilitációt is elvégzünk, padokat, fákat, közteret alakítunk ki, tehát ez egy igazi kulturális negyed lesz. Ezen kívül a szomszédságban van a Temaforg épülete, ezt is megvásárolta a város, arra is pályázati pénzt nyertünk 300 milliós nagyságrendben, ott pedig a később kialakításra kerülő jachtkikötőnek a kiszolgáló létesítményei lesznek, öltözők, fürdők, mosdók, egy kávézó, a felső szintjén pedig egy fallabdapálya, aminek szerintem nagy sikere lesz majd a lakosság körében. Az elbontott szabad területeken közteret alakítanak ki padokkal, fákkal, hogy a leromlott állapotú épületegyüttes rehabilitációjával igazi kulturális negyeddé alakuljon át a terület. Októbertől több szigorítást, új szabályt vezetett be a kormány, szinte mindenhol kötelező lesz a maszk és a kézfertőtlenítő használata, a szórakozó helyek pedig este 11 után zárva lesznek. A Somogy megyei települések is felkészültek a második hullámra. Márciusban segélyalapot hoztak létre Balatonbogláron, az összegyűlt több mint 1 millió forintból. Azokat a helyieket szeretnék segíteni, akik a vírushelyzet miatt elvesztették munkájukat, bajba kerültek. Egy rövid kis űrlap segítségével, amelyet beadnak a városházára, várjuk azokat a jelentkezőket, akik valamilyen kárt szenvedtek az első hullámban. Egy 1 millió forint felosztása fog
a következő napokban már megtörténni. Nyilván annyi felé osztjuk, ahogyan tudjuk, de az a lényeg, hogy a gyűjtést sem állítottuk le, úgyhogy mindenkit arra kérek továbbra is, hogy támogassa ezt az alapot. Ez egy szolidaritás, nyilvánvaló, hogy egy kis segítség azoknak, akik nagy bajban vannak. A vírushelyzet miatt nem álltak le a boglári beruházások, építkezések, a Platán strand felújítását is befejezik ősszel. Szerencsére a boglári beruházások egyébként mind szabadtériek, tehát ilyen szempontból mennek tovább. A Platán strand befejeződése már hamarosan megtörténhet, a kultúrház elkészült, és nagyon nem is tervezünk más, mint a strandi beruházások között van még egy-két elmaradásunk a múlt évről, és inkább a jövőt kezdjük már fejleszteni. A Várdonban lesznek nagy fejlesztések szintén jövőre, de hát az is még a jövő zenéje. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is folyamatosan figyeli a vírussal kapcsolatos adatokat. Schmidt Jenő elnök szerint a mostani nem egy szokványos helyzet. Egyre többen fertőződnek meg, egyre több intézkedést kell hozni. A kormány döntésnek megfelelően kell bevezetni a szabályokat, ezeket az önkormányzatok folyamatosan figyelik. Én azt gondolom, hogy az ország még egyszer nem fog bezárni, nem is engedhetjük meg, hogy elállomáztatás, hogy bezárjon, inkább az emberek felelősség, egyedi felelőssége lesz, hogy mennyire tudnak védekezni, mi pedig önkormányzatok abban leszünk felelősek, hogy aki megbetegszik, és nincs közvetlen hozzátartozó, hogy bármi egyéb, akkor mi ezt valamilyen módon el tudjuk látni. A szakemberek egyébként decemberre, januárra várják a második hullám tetőzését. Néhány éven belül drónok szűrhetik ki a mezőgazdasági területeken virágzó parlagfüvet, ezen dolgoznak a Pécsi Egyetem kutatói. Ez az eljárás olcsóbb, mint a repülőgépes vagy helikopteres pilótával végzett repülés, vagyis a drónok egy mini PC-vel felszerelve, emberi irányítás nélkül járják be a mezőgazdasági területeket, és önállóan ismerik fel a parlagfűvel szennyezett részeket. Ez egy olyan képalkotó felismerő technológia kell, ami már dolgoznak a pécsiek. Egyelőre még részben ismerik fel a gyomnövényt, a természetes környezethez kell még alkalmazni a technológiát. Ezt a képet ezt tudják továbbítani egy központ felé, ahol egy külső PC-n egy feldolgozást tudunk csinálni. Következő lehetőség pedig az, hogy egy kis beépíthető mini PC a drónra felszerelve ezt a feldolgozást ott helyben megcsinálja. Ezek tipikusan képfeldolgozási feladatok, nem megoldott azért a dolog, tehát dobozos termékkel sajnos még nem szolgálhatunk, de azért a parlagfű leveleknek a jellegzetes formáját már viszonylag jól fel tudjuk ismerni, mindenféle számítási trükkök vannak, illetve többféle próbálkozásunk van, hogy honnan közelítsük ezt meg, de azért ez jelenleg úgy történik, hogy egy szeparált, szegmentált levelet, tehát egy egyedülálló levelet egy fehér háttérrel vizsgálunk. Az atlétikához hasonlóan a tanulásban akadályozottak mezei futó diák olimpiájának megyei döntője is házi verseny lett. A koronavírus járvány miatt ugyanis erre a megméretetése is mindössze egy iskola tanulói érkeztek. A komlói Éltes Egymi diákjai azonban nagy lelkesedéssel készültek a versenyre. Míg tavaly Vajszló kivételével a megye valamennyi integrált intézményéből érkeztek gyerekek, a tanulásban akadályozott diákok számára kiírt mezei futásra idén csak a komlói Egymi diákjai jelentek meg. A legrövidebb táv 1200 méter volt, míg a leghosszabb 4000 méter. Szintiának 2 kilométert kellett futnia a Kovács telepen kialakított pályán. Jól sikerültek, mindig kaptam érmét. És hogy osztod be az erődet, mi a taktikád? Először lassan kezdtem, és a végét pedig gyorsan. A mezei futást a fogyatékkal élők Baranya megyei sportszövetségének diák tagozata szervezte. Ismert okok miatt az elég nehéz volt össze is hozni, bár amit itt a triatlonosok műveltek maga a pálya, az csodálatos, ragyogó, csak az iskolák hiányoznak belőle. Úgyhogy megint egy szűk családi versenyben lesz itt, azt hiszem részünk, két iskola jelezte a részvételét a mai napra. Az őszi szintfelmérő versenyek után a tavaszi fordulóról már az országos döntőig is eljuthatnak a sportolók. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Védőfelszerelést kellene adni minden szexádi családnak, erről a Rádió 1 műsorában beszélt a város polgármestere. Szakképzés, népszerűek a szépészeti képzések a szexádi technikumban. Fejlesztések, átadták a felújított közösségi házat Kaposszegcsőn. Győzelem, ismét megnyerte a Sió kupát a KSC Szekszárd.
Kedden folytatódik a napos fátyol felhős napkeltét követően gyorsan melegedő időjárás. Az esti órákban erősebben megnövekedhet a felhőzet, és szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok is. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!